augusztus 22-én tartották meg Topolyán a Sarlós Boldogasszony nagy templomban a kenyérszentelőt. Ezt követően került sor a vásártéren, a sorrendben 10. vajdasági parasztolimpiára és annak kísérő rendezvényeire, többi között a marha pörkölt főző versenyre is. Forgatócsoportunk is a helyszínen járt. A Sarlós Boldogasszony katolikus nagy templomban vasárnap volt a kenyérszentelő. A fiákeres felvonulása vásártérről indult el a 9 órai kenyérszentelő szentmisére. Szakály József címzetes prépost topolyai plébános szentelte meg az újbuzából sütött kenyeret, majd pedig Szatmári Adrián polgármester szegte meg azt. A szentmisét követően mindenki kapott belőle egy darabkát az összetartozás jegyében. Topolyán méltó módon ünnepeljük meg Szent István napját. Államalapító királyunk a keresztény tanokra alapozta a magyar államot, és ez vezényelt bennünket, ez adott nekünk erőt, és ez mutatott nekünk utat a történelem során. Büszkék vagyunk a több mint 1000 éves magyar államra, büszkék vagyunk a nemzeti egységünkre, függetlenül attól, hogy határok választanak el bennünket, és ezért köszönettel tartozunk az anyaországnak, valamint Magyarország kormányának. Ezzel alkalommal ünnepeljük meg az új kenyeret is, és a kenyér, azaz élet, a becsületes munka, a megélhetésnek a jelképe, és a kenyérszentelő mise után az ünnepséget a parasztolimpiával folytatjuk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg tudtuk szervezni ezeket a rendezvényeket, ugyanis ezek erőt adnak nekünk, építik és erősítik a magyar közösséget, és a tavalyi rendhagyó év után, amikor nem tudtuk megszervezni ezeket a programokat, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, a magyarokra, hogy most ezeket a programokat meg tudtuk rendezni. A gunarasi Oroszi János nyerte meg a jubiláris 10. vajdasági parasztolimpiát Topolyán. Második lett Kaszás Dávid, harmadik pedig Szukola Zsolt. Negyedik lett Faragó Arnold, az ötödik pedig Puhalák Zsolt. A járvány miatt nem tudták tavaly megszervezni a vajdasági parasztolimpiát, így a jubiláris 10-et idén tartották meg. Egyben tehát jubileumot is ünnepeltek, ezért a Bajnokok Ligáját rendezték meg, amire meghívták az eddigi győzteseket, pontosabban az érmeseket, a legnagyobb parasztokat, a parasztolimpia bajnokait. Bika Borjút és családi wellness hétvégét nyert a legeslegnagyobb paraszt. A topolyai vásártéren ezúttal az elmúlt évtized legsikeresebb parasztolimpikonjai mérték össze erejüket, leleményességüket és tudásukat. Este a tornyosi Zsiványok húzta a talpalávalót, délután pedig Vojter Attila zenekara játszott. Ez a 10. jubiláris parasztolimpiánk volt, és az idei évben abban különbözött az előző évektől, hogy meghívásos alapon ment a játékosoknak az invitálása. Tehát az elmúlt 9 év legjobb játékosait hívtuk meg, a dobogósait, és nagyon örülök annak, hogy elfogadták a meghívást. Van olyan versenyző, aki Magyarországról, valaki Németországból érkezett haza, csak azért, hogy részt vegyen ezen a versenyen, aminek nekünk nagyon jó visszajelzés, hogy nem csak mi vesztük komolyan a vajdasági parasztolimpiát, mint szervezők, hanem a játékosoknak is nagyon nagy fontos, és nem azt, hogy szégyellik, hanem inkább büszkék arra, hogy ők lehetnek egy éven keresztül a legnagyobb parasztok, illetve ezt a címet ők viselhetik. Az idei programokban hasonlóak voltak, mint az elmúlt években, egy-egy újítást vezettünk be. A játékokra mindig úgy koncentrálunk, illetve mindig úgy építjük fel ezeket a játékokat, hogy azok a egyrészt komoly ügyességet, fölkészülést is igényelnek, és a közönségnek is minél vonzóbb legyen, hogy legyen miért szurkolni a versenyzőknek. Kukoricamorzsolás, szalmabála, dobás, petrencerúd tartás, csavarokat kellett összeilleszteni. Ezekben a versenyszámokban 11 versenyszámunk volt, és a pontokat összesítjük, aki a legtöbb pontot gyűjti, ő lesz a bajnokok bajnoka. A nyeremények a támogatóinknak köszönhetően, most már elmondhatom, tehát mindegyik parasztolimpián egy bikaborjú volt, amit a Hajtman család ajánlott fel, valamint egy wellness hétvége. Családos túleszkin Magyarországon egy szállóban fogjuk majd őket vendégül látni, és hát számos egyéb felajánlás, hála Istennek a támogatók látnak lehetőséget abban, hogy a vajdasági parasztolimpián reklámozzak. Itt javarészt mezőgazdasággal foglalkozó cégeket kértünk fel arra, hogy támogassák a rendezvényünket. Az elmúlt 10 év alatt sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani, hogy most már többször előfordul az, hogy nem kell hívni őket, hanem ők jelentkeznek nekem, hogy szeretnék támogatni a rendezvényünket, és ez is nagyon jó visszajelzés. Külön én szerintem nem készülnek a versenyzők ezekre a számokra, amit 10 év alatt
összegzésként tudok mondani, vagy inkább igen, összegzésként tudok mondani, az az, hogy nagyon átalakult a mezőgazdaság. És az, hogy most szamabálat dobálnak, ez 10 évvel ezelőtt természetes volt, de ahogy átalakultak a családi gazdaságok, az utóbbi néhány évben láthatjuk azt, hogy inkább ezeket a kerek vagy rollbálákat használják. Tehát úgy gondolom, hogy 5 vagy 10 év múlva, hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor már csak parasztolimpiákon láthatnak szalmabála dobást, de ez igaz a Petrendszer útra is, kevesen tudják egyébként, hogy azt mire használták korábban, kukoricát kézzel morzsolni egyre kevesebben, tehát ezeket próbáljuk a gyerekeknek is bemutatni, és nagyon bízunk abban, hogy minél több nagyszülő, ahogy látjuk, minél több gyerekkel érkezik ide ki, és a kisunokák megkérdezik majd a nagyszülőket, hogy mi is ez egyébként, hogy mi ez, amivel foglalkoztak, és hát ha egy unoka és nagyszülő, illetve szülő kapcsolatot tovább tudunk erősíteni azzal, hogy különböző történeteket mondanak el a nagyszülők arról, hogy hogyan is éltek ők 50 vagy 80 száz évvel ezelőtt. Oroszi János vagyok, Gunarosból. Ugye te lettél a győztes, hogyan érzed magad? Jó érzem magamat, megbírtam védeni az első címet. Elég jó názek voltak, erős ellenfelek voltak. Készültél egyébként a valamelyik versenyszámra, vagy csak jöttél? Úgymond nem készültem, mert egész nap ez az állattenyésztés, itt minden nap készül az ember, úgyhogy már van mivel foglalatoskodni. Főzőversenyt is szerveztek a Parasztolimpia kísérő rendezvényeként vasárnap a Topolyai Vásártéren. A közel 50 benevezett csapat közül egy bajsai Topolyai Vegyesgárda nyert. Köszönöm, hogy a részletünk is állítjuk, és értünk el, tehát éppen azt, hogy érdemes is
kérdezem a főzést, tehát mondtam már azt, hogy a boldogszónak valamit lehet, az a lényeg, hogy kint vagyunk a társaságban, úgy érzik magunkat, szórakozunk egy kicsit, és el is a hétvégét. Ellátogatott Topolyára ez alkalomból Juhász Attila államtitkár is, aki elismerően szólt a rendezvényről. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a 10. parasztolimpia megrendezésre kerül. Én több éve visszatérő vendége vagyok ennek a rendezvénynek. Hát fontos ugye, hogy itt összegyűjjenek a polgárok, a topolyaiak és a Topolya környékén élő emberek. Tudnak beszélgetni, tudnak társalogni, meg tudják beszélni a mindennapi dolgaikat. Gazdák is gazdákkal tudnak beszélni. És nagyon fontos, hogy ez most a 10., és most folyik épp a verseny a Bajnokok Ligája, ugyanis a 10 év alatt győztes parasztolimpiai nyertesei vetélkednek most. Én is egy évben részt vettem ebben a versenyben, sajnos nem lettem első. Viszont a részvétel a fontos. Úgy gondolom, hogy úgy a rendezvényen, úgy a főzőversenyen, úgy az összes kísérő rendezvényen az a fontos, hogy itt legyünk. Közösségépítő jellege is van, és nagyon fontos, hogy itt a topolyai polgároknak, az itt élő magyaroknak, mindnyájunknak együtt van egy ilyen rendezvény, ahova el tudunk jönni gyerekekkel együtt, barátainkkal együtt, rokonainkkal együtt, és jól tudjuk magunkat érezni. Nagyon fontos, hogy erről is beszéljünk, ugye említése kerültek a fiatalok. A minisztériumban minden évben megkérdeztük a fiataloknak írt pályázatainkat, ugyanúgy a tartományi mezőgazdasági titkárságon és a mezőgazdasági minisztériumban is. És nagyon nagy a jelentkezés, nagyon nagy az érdeklődés, és ezzel Ez annak ad, arról ad tanulbizonyságot nekünk, és azt támasztja alá, hogy a fiatalok igenis akarnak pályázni, akarnak mezőgazdasággal foglalkozni, akarnak a falun maradni, és mi pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pályázatainkban, a támogatásrendszerekben megfeleljünk, és őket tudjuk támogatni. Most zártuk le a kiírásunkat, ami illeti a zöldség-gyümölcs hozzáadott értéket megnyilvánító pályázatunkat a minisztériumban. Többszörös túljelentkezés volt. Minden zöldségtermelő méhész olyan intenzív termesztés technológiákat alkalmazó gazda részfeltett. 2500-an fölül van a jelentettek száma, ki lettek pontozva. És a következő pályázási kör rövid időn belül meg lesz hirdetve, az állattenyésztők számára lesz fontos. Ugyanúgy, mint az előtt említett kategóriák, meg tudják majd pályázni a gépeket, berendezéseket, fölszerveléseket, jószágokat tudnak vásárolni, mindahhoz, hogy tudjanak az állattenyésztésen belül jobban boldogulni, mint eddig. És folyamatban van ugye a 2022-es évi költségvetésnek a tervezése. Én bízom abban, hogy a jövő évben is legalább ilyen szintű támogatások lesznek, és meg tudunk felelni a gazdák igényeinek.